Nem tűntek el iratok az úgynevezett Völner Sándor ügyben, jelentette ki a központi nyomozó főügyészség vezetője. Fürcht Pál azt mondta, többször megfogalmazták az ügyészséggel szemben azt a vádat, hogy tények lettek kihúzva a vádiratból, ez azonban nincs így, szögezte le. A főügyész arról is beszámolt, a fővárosi nyomozó ügyészség tegnap tanúként hallgatta ki Varga Judit, korábbi igazságügyi minisztert. Ezek a férfiak és ezek a nők, ezek heroikus munkát végeztek. Így összegezte a főügyész a Völner Sándor ügyben eddig elvégzett nyomozati munkát. Fürcht Pál cáfolta azt a vádat, hogy tények lettek kihúzva a vádiratból. Mint mondta, minden adat nyomon követhető, az ügy vádirata a tényállásokat és ezeket alátámasztó bizonyítékokat tartalmazza, valamint azok a bizonyítékok is megvannak, amik nem támasztják alá a vádat. Egy nyomozás van folyamatban, amit az ügyészség rendelt el. Ezek a hangfelvételek, amik egyébként a nyilvánosságra is kikerültek, ezek a hangfelvételek egy tanúvallomás keretében lelettek foglalva, lelettek szemlézve. A főügyész kiemelte, ezen az ügyön sokszor az ügyészség szinte teljes állománya dolgozott. Egyúttal cáfolta, hogy ne intézkedtek volna mindenben, ami bűncselekmény gyanúját keltette. Fürcht Pál leszögezte, az ügyészség független, és ezt a Völner Sándor ügy is alátámasztja. Egy olyan országgyűlési képviselő, aki a minisztert helyettesítő államtitkár, vádlott lett, továbbá egy végrehajtói kar elnöke, tehát egy hivatása ennek a első számú vezetője vádlott lett, az ügyészség súlyos korrupciós cselekményekkel vádolta, egy olyan ügyben, amelyre szerintem a világ legtöbb ügyészsége büszke lehetne, hogy idáig eljutatta és vádat emelt. A főügyész közölte, hogy szerdán a fővárosi nyomozó főügyészség tanúként hallgatta ki Varga Judit, volt igazságügyi minisztert. Részleteket azonban nem mondott, arra hivatkozva, hogy bővebb információ sértené a nyomozás érdekeit. Hozzátette, folyamatban lévő ügyek bizonyítékait nem értékeli, de a nyomozás lezárultával mindenről tájékoztatják majd a közvéleményt.